Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. október 18-án este 7:30-kor. Befejeződött a fejlesztés, 300 millió forintból bővült a Fűszerpaprika ZRT. Tovább folytatódik a gyűjtés az atroszkópos készülékért, nagyobb összegeket is felajánlottak már. Kalocsa és 7 környező település a középpontban, 400 millió a humán szolgáltatások fejlesztésére. Nagyszabású, több millió forint értékű fejlesztés fejeződött be a Kalocsai Fűszerpaprika ZRT-nél. A beruházásnak köszönhetően megújult a telephely burkolata, és több új egyedi gépet is vásároltak, mely jelentősen megnöveli a termelést, ezáltal a cég a jövőben újabb 6 főt tud alkalmazni. Kedd délelőtt megtett vendégekkel a Kalocsai Fűszerpaprika ZRT nagy előadó terme. Ekkor került sor ugyanis a nagyvállalati beruházás támogatásához kapcsolódó okirat átadására és az üzembővítés záró ünnepségére. A Fűszerpaprika ZRT nemrégiben egy több száz millió forint értékű pályázaton szerepelt nyertesen, így egy grandiózus fejlesztésbe fogta. A beruházás összértéke megközelíti a 300 millió forintot. Az ünnepségen elsőként Kalocsa város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A Kalocsai Fűszerpaprika ZRT napjainkban is a fűszerpaprika termelésben, feldolgozásban és értékesítésben a legmeghatározóbb szereplő Magyarországon. Működése alapvetően a mezőgazdaságban termelt nyersanyagokra, nyers fűszerpaprika, kapor, spenót, petrezselyemzöld, gyümölcs és savanyúság alapanyagok feldolgozásából és értékesítéséből áll. Ezt követően Németh József, a cég ügyvezető igazgatója lépett a pódiumra és számolt be a most megvalósult fejlesztésekről, melynek eredményeképpen lehetőség nyílik az eddigi közel 1500 tonna paprika örleményen túl plusz 400-500 tonna szárítmány előállítására is, mely akár 600 milliós plusz bevételt jelent a cég számára. A szárító előtti berendezések és a szállító végén lévő berendezések mind egyedi gyártásúak, hiszen ilyen gyártó Európában sincs, ha van, akkor esetlegesen méreg drágán, de generálisan ilyen nincs, aki képes mindent végrehajtani, ezért a berendezések 90%-a egyedi gyártású, egyedi készítésű, amely bonyolította a kivitelezési munkák időbeniségét. A gépeken túl nagy volumenű térbetonozás és burkolatjavítás is megvalósult, melyet közel 5400 négyzetméteren hajtottak végre. A beruházás 25 millió forinttal többe került, mint a jóváhagyott támogatásban szereplő, összesen 277 millió forint. A rendezvényen a gazdaság fejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkár is részt vett, aki beszédében kiemelte, a Kalocsai Fűszerpaprika ZRT kiemelkedik a többi gyártó közül. A mostani beruházással a szántóföldtől a becsomagolat készáróig magas műszaki színvonalon, gyakorlatilag emberi kéz érintése nélkül lehet a mai kor követelményeinek megfelelő élelmiszergyártáshoz használt alapanyagokat gyártani, és ezzel a saját értékesítésen túl az európai és Európán kívüli nemzetközi multinacionális cégek beszállítójává válni. A rendezvény végén átadásra került a támogatás jelképező okirat, majd a meghívottak bejárták a cég épületét, megtekintve a fejlesztéseket. Az eseményről bővebben az október 30-ai gazdasági magazin műsorunkban láthatnak hosszabb összeállítást. Továbbra is nagy erőkkel gyűjtenek városunkban a Szentkereszt Kórház javára egy atroszkópos gép megvásárlásáért. Egyes személyek már nagyobb összegeket is felajánlottak. Köszönetképpen ezért plakettet ajándékoznak majd a szervezők. Mint arról már beszámoltunk híradásainkban, nemrégiben városunkban egy nagyszabású gyűjtésbe kezdtek. Ugyanis egy atroszkópos berendezést szeretnének vásárolni a Kalocsai Szentkereszt Kórház javára, mely műszer az ízületi betegségek gyógyításában jelent hatalmas segítséget. Ennek a berendezésnek a használatával a műtéti seb sokkal kisebb, és ezáltal a gyógyulási idő is jelentősen rövidebb, meg kevesebb fájdalommal is jár. A gyűjtés folyamatosan zajlik, közel 50 ponton helyeztek már ki gyűjtőedényt. Egyre többen kérik ezeket a gömböket, ezen kívül a nagy rendezvényekre visszük, akik kérik. Tegnap az Ökopontban volt egy rendezvény, a hétvégén volt a porcelánfestő manufaktúrában, most a hétvégén Szávai Zsoltiékhoz a Kék Duna vendéglőbe egy retro bulira fog menni a
a nagy gömbünk, és akkor hát nagyon-nagyon várjuk a Thália társulat előadását, ők jövő hónap 11-én szombaton fognak nekünk gyűjteni, az előadás teljes bevétele az egészségünkbe fog kerülni, és rákövetkezendő héten pedig a gerilla kertészek egy bált rendeznek a gyűjtésre. Ezek mellett folyamatosan várják a hozzájárulásokat a különböző helyeken kihelyezett nagy dunsztos üvegekbe is, melyeket a város és a környék boltjaiban, kávézókban, lotózókban lehet megtalálni. A gyűjtést addig folytatják, míg a készülék megvásárlásához szükséges közel 5 millió forint rendelkezésükre nem áll, de az, hogy eddig összesen mennyi támogatás érkezett, még nem lehet tudni. Nem nyitjuk föl ezeket a gömböket, majd csak akkor, amikor a számlára beérkezett összeg már olyan magas, vagy legalábbis megközelíti azt az értéket, hogy az 50 gömböt érdemes megnyitni, úgyhogy várakozunk. Érkeztek már be nagyobb támogatói összegek, és akkor itt el szeretném mondani, hogy egy támogatói plakettot, oklevelet fogunk majd osztani, 100 ezer forintosat, 150-eset és 200 ezer forintos támogatói plakettek lesznek. Farkas Éva elmondása alapján úgymond bronzérmes támogatók már vannak. Az elmúlt napokban érkeztek olyan ígéretek, miszerint a kórház új épület szárnyának megnyitó ünnepségére már városunkba érkezik Kecskemétről egy ilyen berendezés, de a gyűjtést ennek ellenére továbbra is folytatják. Talán a jövő hónapban a kórház új szárny megnyitására meg fog érkezni ez a gép. Nagyon-nagyon várjuk, nagyon boldogok vagyunk, hogyha ez tényleg megtörténik. Abban az esetben, hogyha ez valóra válik, akkor majd átértékeljük és átgondoljuk, hogy a befolyt összeg, az hova kerüljön, kinek tudunk segíteni, és természetesen a kórház javára fog menni. 400 millió forintot fordíthat Kalocsa konzorciumi partnereivel a térség humán szolgáltatásainak fejlesztésére. A 24 hónapon át tartó projekt részleteiről Rumi László számol be televíziónknak. A támogatási kérelem alaposan kidolgozott, megfelelően alátámasztott a helyi igényekre épülő komplex fejlesztési terv. Így jellemezték a pályázat bírálói azt az EFOP-os projektet, amelyen Kalocsa és hét környező települése közel 400 millió forintot nyert el 100%-os támogatási intenzitással. 24 hónapról szól, úgyhogy ez most egy igen kemény időszak lesz számunkra, hiszen egyrészt a pályázat összerakása és megírása sem volt egy nagyon egyszerű. Viszonylag rövid időnk volt rá, úgyhogy a teljes szakmai tartalmat még nem tudtuk kidolgozni részlet pontosan, ez fog majd a következő időszakban megtörténni. A rendelkezésre álló összegből elsősorban Kalocsa, Dunaszent Benedek, Géderlak, Ordas, Öregcseltő, Szakmár, Újtelek és Uszód humán szolgáltatásai kerülnek fejlesztésre. Ebben gyakorlatilag mindazok benne vannak, amelyek az emberi életnek a jobbá tételét szolgálják. Így például egy egészséges életmódra való nevelés, ösztönzés, a különböző szűréseken való részvétel. Ha a szociális területet nézem, akkor a különböző szociális ellátásokhoz való hozzáférésnek a segítése. A program vázát a mentori munka adja majd, hiszen fel kell kutatni azokat az ügyfeleket, akik a különböző szolgáltatásokhoz nem, vagy csak részben jutottak hozzá. Például mondok egyet, azok a munkanélküliek, akik a közmunkaprogramban részt vettek nagyon kevés ideig, vagy éppen nem is tudtak részt venni, azokat szeretnénk ezen a pályázaton keresztül felkarolni, és egy egyéni fejlesztési terv után egy olyan mentori munka következne, amikor gyakorlatilag kézen fogjuk a klienst, és elvisszük, megmutatjuk neki, hogy hogyan kell egy ilyen akár közmunkaprogramban részt venni, hogy kell ott helytállni, hogy kell elérni azt, hogy ő legalább ezen a programon keresztül tudjon dolgozni, mert azt mindenki tudja, ha beszélünk róla, ha nem, hogy vannak olyanok, akik sajnos még a közmunkaprogramban sem tudnak részt venni. De a projekt által segítséget kapnak majd fiatalok, idősek, pályakezdők és megváltozott munkaképességűek is egyaránt. Második alkalommal szerveztek a Kalocsai Rendőrkapitányság dolgozói kerékpáros regisztrációt. Az ökopontnál végezték el most is az adatfelvételt és a fotózást. Közel egy hónappal ezelőtt volt az első ilyen alkalom. Akkor is türelmesen álltak sorban a bicajosok, hiszen értük dolgoztak a rendőrök.
Most is többen éltek ezzel a lehetőséggel. A két órai kezdéskor már közel egy tucatnyian voltak, és egyre nőtt a jelentkezők száma. Pontos számot akarnék, talán 87 kerékpárt regisztráltunk, akkor kicsit hosszabb időintervallumban dolgoztunk rajta, és nagyon nagy volt az érdeklődés. Én akkor már ígéretet tettem, hogy ezt megpróbáljuk folytatni, és most ez a következő, a második nap, amikor ismét nekilendültünk a kerékpár regisztrációnak. Adatfelvétel, fotózás, egyedi ismertetőjegyek. Ezek szükségesek ahhoz, hogy az országos rendszerbe bekerüljenek a kerékpárok. Jó, ha megvannak az eredeti papírok is a vásárlásról. De ha ez nincs meg, akkor se essen senki kétségbe, mert mi itt a kollégáimmal körbe fogjuk fényképezni, rögzítjük a kerékpárnak a típusát, a színét pontosan, milyen színűk a feliratok rajta, és egy 5-6 fényképet teszünk majd hozzá. Fontos még, hogy a tulajdonosa a személyi okmányait hozza magával, személyigazolvány számra van szükségünk, illetve egy telefonszámra. Ez azért fontos, mert hogyha egy előkerült kerékpárt megtalálunk, akkor a tulajdonosát ez alapján tudjuk mi gyorsan megkeresni. Szerencsére az előző alkalommal beregisztrált kétkerekűek közül egynek sem kelt lába. Lehet, hogy az ilyen akciók is elrettentik a bűnelkövetőket. Most volt olyan ügyfél, akinek már korábban 3 járgányát is ellopták. Tervezzük még, hogy az iskolákat esetleg meglátogatjuk, főleg a felső tagozatosoknak, azért már ott komolyabb kerékpárok vannak, meg ugye ők már azért önállóan is közlekednek a városba, úgyhogy a következő lehetőség az majd az Eperföldi iskolába lesz. Még a pontos napját ennek nem tudom, de nyilván az ottani diákok fognak majd elsőbséget élvezni, illetve az ő szüleik, akik elkísérik. Akinek nincsen személyigazolványa, mint például a gyerekeknek, akkor ott a szülőnek a személyigazolvány száma kell majd hozzá. Az Élelmezési Világnap alkalmából tartott előadást tegnap délután Cselik Anna Mária az Ökopontban, Kalocsai örökségünk az étkezésünkben címmel. Cselik Anna Mária keddi előadásából megtudtuk, hogy nem csak a kalocsai, Kalocsa környéki népművészetben és a mezőgazdaságban meghatározó fűszernövény, a tűzpiros paprika, hanem az itt élő emberek táplálkozásában is. Ha valaki igazándiból megkapálta több soron, leszette, több soron, kicsipette, elvitte a szárítóba, aztán megdarálta, aztán utána porította, csomagolta, és végül mások asztalára odajuttatta, azt tudja, hogy ez a fűszerpaprika nem csak a kapszaicin tartalma révén, hanem bioflavonoidok nagy százalékban találhatók meg benne. A vérzési időre való hatása is jótékony, tehát csillapítja a vérzési hajlamot. Tehát például a vérzékeny fogényre is hatásos gyógymód lehet néhány mokkáskanálnyi paprika, B-vitamin tartalmának köszönhetően. Persze, többféle módon lehet fogyasztani ezt a különleges fűszernövényt. Hát én esküszöm arra, hogy nyersen a legjobb. Valaki például paprikaszedés közben is meg tudja enni, viszont hogyha nagyon magas a keményítő, illetve az édes tartalma ennek a paprikának, akkor érezhetően szárítás után egy kellemes édeskés ízharmónia jön ki. Úgyhogy maradjunk annál, hogy zsíros kenyérre szórva kioldódik a zsírban oldódó A-vitamin előanyaga, úgyhogy természetesen zsíros kenyérre is nagyon jó. Nagyon jó a pörköltekbe, mivel ott is szintén a húsnak a zsíradéktartalma, illetve az olaj vagy a zsír az, ami kioldja a hatóanyagot. Természetes formában működik a leginkább, ezért a dietetikus szerint azok a családok vannak nagy előnyben, akik maguk termelik meg és állítják elő ezt a valóban aranyat érő fűszert. Amíg a KSS sportolóinak többsége nyári pihenő felkészülő időszakát töltötte az elmúlt hónapokban, addig az evezősök versenyről versenyre jártak, náluk ugyanis ez a főszezon. Az eredményekről a szakosztály vezetője Németh Zoltán számolt be televíziónknak. Amíg a legtöbb sportágban csak most kezdődött a felkészülés, illetve a bajnoki szezon, addig az evezősöknél lassan már a végéhez közeledik a versenyidőszak. Van egy 2 vagy 3 hetes edzőtáborunk, amit folyamatosan a Dunaparton töltünk napi 2-3 edzéssel a fiataloknak. Van, aki ekkor jön ki, mivel az iskolaidő alatt nem tud és tanul megevezni. A szakosztály sportolói az edzőtábort követően első ízben egy nemzetközi versenyen Palicson mérettették meg magukat, még július elején, majd a folytatásban 2 héttel később az országos bajnokságon. Első napon László Kira és Takács Nikolett a korosztályokhoz képest egyen magasabb korosztályban mérettették meg magukat.
kormányos nélkülű kettesek között, az ifjúsági sportolók között, ahol dobóra tudtak állni, és harmadik helyet szereztek. Ezt követően következő napon László Királynak volt a női serdülő egy pár evezős futam, ahol nagyon szép versenyzéssel országos bajnok tudott lenni. Ugyanezen a napon volt az úgynevezett újonc női serdülő kategória futama is, melyben szintén a KSE versenyzője Takács Nikolett volt a legjobb. Ki kell emelnem még itt Ferenc Pannát, illetve Kellner Fannit, akik női tanuló két pár evezős hajóegységben harmadikak lettek az országos bajnokságon, illetve egy pár evezősben is döntőbe jutottak mind a ketten, ahol Panna harmadik, Fanni hatodik helyezést ért el. Mellettük a minisek, köztük Tamás Abigail, Romsics Lili, Kunsági Virág, Althammer István és Vörös Balázs is nagyon jó eredményeket húzott az OB-n. Az országos bajnokságon, a IFI korosztályban is megmérettettünk, ugye Bocskor Tamás, Szalai Szilárd képviselte a Kalocsa Egyesületet, nekük döntőben nem sikerült bekerülni, viszont tudni kell, hogy ott nagyon erős a mezőny, ők is jó eredményt végeztek, illetve Szali Andort kell még megdicsérnem nagyon. A folytatásban már hazai pályán evezhettek sportolóink a Duna Kupán, ahol nagy örömünkre itthon is tudták tartani a trófeát. Október elején pedig már Szolnokon szálltak vízre a KSE evezősei. Szép eredmények születtek, mert 1000 méteren Kunságvirág első helyen, Tamás Abigail harmadik helyen végzett, ugye ők ráadásul egy futamba is voltak, tehát ez egy jó eredmény. Kiemelném még Romsics Lilit, Althammer Istvánt, Balogh Csabit, akik igaz már eligazoltak más klubokhoz, de még itt az utolsó versenyen még az Istivel két pár evezősben megnyerték a döntőfutamukat. A verseny további eredményeit és a szakosztály évvégi programjait az október 19-i Sípszó után című sportmagazinunkból ismerhetik meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, adásainkat addig is visszanézhetik a www.karocsatv.hu weboldalon. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!